Idén is folytatódnak a korszerűsítések a Váhi Péter szakképzőiskolában Tamásiban. Az iskola főépületének egy részén már teljes nyilászáró csere történt, a tantermekben az új függönykarnisok és textíliák beszerzése és felszerelése is befejeződött. Ezen kívül a még nem laminált padlók cseréje, a könyvtárfejlesztés és a sportkészletek beszerzése is nagy hangsúlyt kapott. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően, amit ezután is nagyon szépen köszönök a centrumnak, úgy gondolom, hogy a Váhiban folyó ágazati oktatás, szakmai és szakirányú oktatás nagyon korszerű berendezésekkel, eszközökkel történik, és a tanulási környezet és esztétikus, komfortos. Vezetőcsapatunk soha nem pihen, már összeállítottuk az újabb fejlesztési csomagunkat, és annyit elárulhatok, hogy tudunk és merünk nagyot álmodni. Az iskola egyik legnagyobb fejlesztése a repedésvizsgáló oktatócsomag és egy virtuális hegesztő szimulátor vásárlása volt, ami a gépészet ágazat tanulóit segíti a gyakorlati oktatásban. Ezeket a paramétereket utána vissza is lehet játszani, rögzíti a gép, akár egy hónap múlva is lehet ellenőrizni, hogy mennyit fejlődött egy hónap alatt a tanulónak a kézügyessége, megesztési képessége. Iskolánk a fejlesztéseknek köszönhetően december hónapban megkapta ezt az új hegesztő szimulátort, aminek nagyon sok előnye van a munkahelyen történő hegesztéshez képest. Nincsen anyagfelhasználás, balesetek megelőzhetők, nincs forró munkadarab. A gyerekek gyorsabban és intenzívebben tudják begyakorolni a mozgási képességeket, ami a hegesztéshez szükséges. Sümegi Péter már korábban letette az érettségi vizsgát ebben az intézményben, jelenleg hegesztőnek tanul érettségi utáni szakmai, illetve lakatosnak felnőtt képzésben. A szimulációs gépen tudunk hernyóvarratokat, sarokvarratokat és egyéb varratokat, az összes hegesztési eljárással tudunk hegeszteni, szóval mindenbe bele tudunk látni igazából. Éles helyzetekbe, sőt is, hála Isten, szemüveggel működik ez a szimulációs gép, ami egy kicsit a 3D vizuális képet tudja adni, hogy alapjáraton milyen lehet az eredeti hegesztés, ami a valós életben történik. Az iskola mindemellett a kollégium folyamatos korszerűsítésén is dolgozik. A szobák és a közös helységek felújításának és bútorozásának munkálatai folyamatosan zajlanak.